holland válogatott első edzésén botrányt okoztak a lengyel rasszista futballszurkolók. A narancsmezes csapat színesbőrű tagjait huhogással és majmok vagytok szövegű kórussal fogadták a krakói stadionban. A botrányosan viselkedő neonáci huligánok miatt a holland csapat kapitánya a stadion másik felére irányította át a játékosokat. Van Bommel felháborítónak nevezte azt is, hogy az UEFA nem indított vizsgálatot az ügyben, mert elszigetelt incidensnek minősítette a rasszista gyűlöletkórust. A helyszínen tartózkodó újságírók elmondták, hogy a narancsmezes játékosok még csak az első kört futották, amikor már is felharsant a majom kórus. A bekiabálás a második körre felerősödött, ezért Van Bommel csapatkapitány a stadion túlsó felére irányította át a játékosokat. Az UEFA utólag elismerte, hogy történt egy incidens, de a szervezet szerint a nézők a bekiabálásokkal az ellen tiltakoztak, hogy Krakkó városa egyetlen Európa-bajnoki meccsnek sem lehet a házigazdája. A holland csapat tagjai, akik az edzés előtt éppen az auschwitzi koncentrációs tábort látogatták meg, felháborodva fogadták, hogy az UEFA nem akar tudomást venni a neonáci inzultusról. A játékosok szerint szégyen, hogy ezzel kell szembenézniük, órákkal azután, hogy visszatértek Auschwitzból. Michel Platini, az Európai Szövetség elnöke, az Európa-bajnokság rajtja előtt figyelmeztette a játékosokat, hogy büntetésre számíthatnak, ha a rasszista bekiabálások miatt levonulnak a pályáról. Aggódnak az angol futballisták is. A szigetországi válogatott egykori játékosa, Saul Campbell, a BBC Report műsorában egyenesen életveszélyesnek minősítette a szurkolók kiutazását. A játékos elmondta, hogy a szurkolói rasszizmus és felháborító neonáci megnyilvánulások miatt nem lett volna szabad Lengyelországnak és Ukrajnának adni az Európa-bajnoki rendezés jogát.